Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Az elmúlt hetekben a versenyképes birtok szerkezetről beszélgettünk vendégeimmel, illetve vendégemmel. A mezőgazdaság és erdőgazdaság öröklési rendszere is szóba került, az adórendszer, az adatszolgáltatások, a kutatásfejlesztés, az innováció, a tudásátadás, tudásmenedzsment, támogatáspolitika, vízgazdálkodás. Most eljött az a pillanat, amikor a termés és jövedelembiztonságról, röviden az együttműködés lehetőségeiről, rendszeréről, illetve az intézményrendszer átalakításának szükségességéről, illetve a felnőtt képzésről, hogy kell, hogy beszélgessünk, vendégem pedig állandó vendégünk Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok mindenkinek. Nos, hát ugye a rendszerváltozás óta eltett 30 esztendő, azt hiszem, hogy meghozta az agrár ágazat teljes átalakítását, viszont van teendő még bőségesen. Egyik a termés és jövedelembiztonság. Ugye az éghajlatváltozásnak tanúi vagyunk, rekkenő a hőség most is. Úgy tűnik, hogy ez most már sajnos nem fog megváltozni, visszafordítani nyilván nem lehet. Ehhez viszont kell, hogy lépjenek az agrárgazdák a termésbiztonság növelése érdekében. Ez teljesen igaz. A termésbiztonságnak a növelése sok módon lehetséges. Többek közt a megfelelő növénytermesztési protokollok, termesztési technológiák betartásával. Nyilvánvaló olyan segítő lehetőségekkel, amikor a természeti csapásokat kivédjük mondjuk az öntözéssel, és a termék értékesítés vonatkozásába az összefogásnak a növelésével különféle integrációk és szerveződések, termelés értékesítési szerveződések és termési szövetkezetek, szövetkezések létrehozásával. Szerkesztő úr említette ezt a bizonyos 30 évet rendszerváltást, magyar mezőgazdaságot. Én egy kicsit megvilágítanám az összefogásnak a tényét, egy kicsit előrébb, amit úgy fogalmazok, hogy a önkéntes alapon voltak a II. Világháború előtt a szerveződések, önszerveződések, a hangyától kezdve jó pár nagyon szép példa van, majd ugye ezt követően kényszerből voltak a szerveződések egészen a rendszerváltozásig, ismert időszak, nem akarom ecsetelni, és most pedig a szükségszerűség fogja hozni, többek közt az éghajlatváltozás is, azt, hogy önszerveződés alapján szövetkezéseket kell létrehozni. Nyilvánvaló, hogy egy másik megközelítésben azt kell, hogy mondjam, hogy a második világháborúig nagyjából kivétel a nagy gazdasági válság, ott a termelők voltak előnybe a termékpálya vonatkozásába. A második világháború után nagyjából a rendszerváltozásig a feldolgozók voltak előnybe, és ezt követően pedig a kereskedők, a kiskereskedelmi áruházláncok, az értékesítéssel foglalkozók vannak előnybe, akik nagyobb szeletet vágnak ki a termékpálya részeiből. De miért is? Hát azért, hiszen mindig azok voltak a legjobban szervezettek, akik nagyobb szeletet kaptak. Nem akarom most már múltba visszamenni, jelenleg is ugye a kiskereskedelmi multinacionális áruházak a legjobban szervezettek. Addig a termelő, és még a feldolgozó is kevésbé szervezette tekintetbe. És amikor azt mondjuk, hogy ezek a vállalkozások itt Magyarországon hát diktálnak sok mindent a termelőnek és feldolgozónak, és a saját országukban ezt nem tudják megtenni, hát azért nem tudják megtenni, mert akár francia, akár angol, akár más áruházláncokról van szó, ott szemben van a termelők nagy szövetkezeti csoportosulásával. De ahogy már itt a műsorban is említettem, Franciaországban is 4 millió hektárt átlagos vagy felső kategóriás szövetkezés összefog. És ugye ebben kistermelőktől kezdve mindenki van. Na most az a szükségszerűség, amiről beszélek, ezt kell megfelelő terelgetéssel fokozni, és itt a támogatási rendszert kell majd ehhez igazítani, mert
azért legyünk tárgyilagosok abban is, és nem kell mindig a termelőt, vagy épp a tészeket, vagy azok vezetőit korholni, amikor azt mondjuk, hogy igen, a rendszerváltozás után komoly pénzek mentek arra, hogy különféle termelő szerveződések létrejöjjenek. Majd később ezek nem tudtak megragadni az önállóság, a támogatás nélküliség talaján, és hát valamilyen módon megszűntek. De azért nem, mert amikor ezeknek a támogatása megtörtént, azért lássuk be, egy nagy-nagy szürke, illetve fekete piac volt a háttérbe. Tehát aki a termelési szerveződésbe belépett, az átláthatóvá vált, az adófizetővé vált. Hát persze, hogy sokkal egyszerűbb volt annak, aki eladta, bocsánat a szó használat, a táskás embernek a búzát a kombány mellől. Most, hogy az fizetett vagy nem fizetett, ez most más kérdés, de ha fizetett, akkor nem volt adózott jövedelme, nem kellett semmivel elszámolni, és hagyd ne soroljam, hogy egy ilyen hát változó közgazdasági környezetbe, és akkor finoman fogalmaztam, hát igen nehéz a transzparenciával rendelkező, mivel támogatást kap ez a transzparenciával rendelkezik, megállni a helyüket. Tehát kettős a dolog, ma már ugye, és épp az Agrárgazdasági Kamarának legfőbb feladata a tiszta piaci viszonyok megteremtése, a fehérítés továbbra is, mert ez alapján lehet majd a későbbiekben olyan struktúrákat alkotni, ahol a szükségszerűség egyértelművé válik, és nincs párhuzamosan mellette egy olyan lehetőség, ami azt mutatja, hogy hát lehet ezt még könnyebben is csinálni. Tehát egyik oldalról ugye a szövetkezet az ma már nem szitok szó, másik oldalról pedig a termékpálya szintű összefogásnak önkéntes rendszerről beszélek, nincs alternatívája, valljuk meg. Ugyanakkor miként tudják ehhez a szaktárca, illetve nyilvánvaló, hogy a kamara segítségével a jogszabályi hátteret megteremteni? Hát ez nyilvánvaló, hogy ugyancsak egy együttműködéssel, ha úgy tetszik, szó szerint összefogással lehet. Hiszen közgazdasági értelemben, ugye mitől függ egy társadalom vagy egy ország gazdasági fejlődése, mikor van stabil lábakon. Ezt a közgazdaságok úgy fogalmazzák meg, hogy ár-bér adórendszer. Ez egy háromlábú széknek kell elképzelni, a mindegyik mindegyikkel összefüggésbe, és mindegyik a másikra hatással van. A háromlábú szék, nagyon pontosan tudjuk, rendkívül stabil tud lenni. Annak ellenére, hogy nem négy lába van, három lába van, egy meglehetősen stabil ülőalkalmatosság a közgazdaságtanba is. De hogyha az ár-bér adórendszer valamelyik lábát is elkezdjük növelni, netán csökkenteni, igen, abban a pillanatban egy nagyon ingatag rendszert kapunk. Most volt rá példa különféle kormányzatok idején, hogy ez hát meglehetősen torz háromlábú szék volt. Jelenleg az elmúlt időszak kormányzati struktúrái azt mutatják, hogy kezd egységbe lenni. Tehát kezd igenis stabillá válni. De amikor ugye a fejlődésről van szó, akkor ugye minden lábnak azért növekedni is kell, hogy még nagyobb legyen ez az ülő alkalmatosság, és még inkább biztosítsa az előbb említett és a kérdésbe feltett jövedelembiztonságot, kiszámíthatóságot, a tartós megélhetést az agráriumba, aminek következménye, hogy a fiatalok igenis ezt a élethivatást választják, és ne menjek messzebbre. Ehhez pedig az intézményi háttérrendszernek az együttes működése, a gazda számára a nyerő-nyerő pozíciónak a kialakítása a fontos, hiszen amit előbb említettem, különféle összefogási múltbéli eseményeket, hogy voltak domináns szereplők a termékpályának, ott a nyerő-vesztes pozíció működött. A nyerő-nyerő pozíció kizárólag akkor működik, hogyha mindenki nem a másik zsebébe akarja a hasznát megszerezni, hanem a fejlesztésekkel akarja gyakorlatilag megszerezni. Az intézményi rendszert nézzük, akkor ugye van az állam, a minisztérium, van a Magyar Államkincstár, jelenleg van a NÉBIK, vannak a NAIK, tehát a tudományos kísérleteknek a szintere, van
természetesen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Tehát úgy is fogalmazhatók, és különféle gazdaszervezetek, terméktanácsok, nem akarok most végigmenni, hogy ezeknek az együttes működése, a szinergiák, jó értelmű összekapcsolása, az azonos vektorok egy irányba helyezése tudja meghozni, persze a jogszabályi változás, az életleszerűtlen jogszabályoknak a negligálásával, a bürokratikus hálónak a csökkentésével, a kevesebb adminisztrációs teher megvalósításával, és még sorolhatnék jó pár dolgot, azt, hogy sokkal, de sokkal könnyebben és nagyobb termésbiztonsággal és nagyobb hatékonysággal tudjanak a gazdák dolgozni. De ha csak egyetlen példát most kirakadok, hogy rendkívül nagy aszály van, ezt pontosan tudjuk, hőségnapok száma körülbelül 10 nappal nőtt az előző évihez képest is jelenleg, de még nincs vége. A nagy sok éves átlaghoz képest meg még többel, tehát szerintem senki számára nem vitatott az éghajlatváltozás, legfeljebb azon lehet vitatkozni, hogy ezt milyen tényezők okozzák, de erre folyamatosan fel kell készülni. És ha már bürokratikusságról, életszerűtlen jogszabályokról beszélek, akkor új jogszabályok és rendszerek bevezetése is szükségessé válik, hiszen ha megnézzük azt, hogy jelenleg ugye a búza betakarítása gyakorlatilag befejeződött, de a szalma betakarítása még olyan 85% körül mozog, ugye az első napi adatok vannak augusztusban, tehát rátettem, akkor 80% volt, most már szerintem már 85% körül van meg, és 75% körül van meg a tarlóhántás, akkor ez tragikus. Hát ebben a hőségben, amikor a tarlóhántást nem végezzük el, nem zárjuk le a talajt, az egyszerűen bűn, szakmai bűn. És hát nyilvánvaló, ahogy szoktam mondani, az nem birtoklója, és a szívéhez nőtt, nem nőtt a szívéhez a gazdának az a talaj, hanem sajnos hát bitorlója inkább, hiszen aki most azt a 20-30 milli csapadékot a szelekszárnyán és a napsugárzás hatására elengedi, az a következő évi akár búzatermést, akár kukorica, akár más termést veszélyeztet azáltal, hogy bizony azokra a csapadékokra, a csapadék mennyiségekre rendkívül szükség lesz. Tehát ezért mondom azt, hogy az együttes hatás, és itt már ugye eljutottunk a tudás átadásig, a tudás transferig, hogy abban a pillanatban, hogy ugye a tudásnak a előkészítése és a tudás megszületése a tudományos kutatóműhelyekbe megtörténik, megfelelő módon kell ezt tudni a tudásközpontoknak és a tudás átadó centrumoknak. Mert legyen ez egyetem, legyen ez középiskola, legyen ez nyilvánvaló az agrárgazdasági kamarának a különféle szolgáltató központjai, hiszen ezért is létesültek ezek, de legyen maga a falugazdász egészen addig, amíg ez a tudástranszfer alapján levő új ismeret a gyakorlatban meg nem valósul, és a gazda nap mint nap nem magát, tehát nem tudja magáévá tenni, és nap mint nap alkalmazni. Tehát ez az az együttes gondolkodás, ez a rendszerbeli szemlélet, ahol a hálózatosság elveit figyelembe véve lehet olyan ismeretanyagokat nem csak megszerezni, vagy kutatni, ami a legvégén a gyakorlatban megvalósul. Ha a pályát nézzük, természetesen a kutatásnak mind gyakorlatiabbnak kell lenni, mind jobban a gyakorlatot kell szolgálnia, és hát nyilvánvaló ez a gyakorlatiasság a előbb említett felnőtt képzés vonatkozásában is végig kell, hogy jöjjön a tudástranszfereken, és hát egész a gazdáig, aki ezt majd nap mint nap használja. Jó, egy dologról mindenképpen beszélnünk kell ennek kapcsán, a teljes élelmiszerláncról, hiszen a teljes élelmiszerlánc biztosíthatná azt, hogy a előtérbe kerüljenek a hazai alapanyagok teljes egészében. Ez a bizonyos szántóföldtől az asztalig, hiszen ez azt is jelenthetné, hogy
részesülne a termelő a kereskedelmi profitból, ami ugye nagyon is jól tudjuk, hogy jelen pillanatban nem így van. Hiszen ön is említette a beszélgetésünk elején, hogy a kiskereskedelmi láncok lefülözik teljes egészében a hasznot, a profitot. Ez olyannyira nincs így, és ez európai jelenség is, tehát nem csak hazánkbeli jelenség, hogy amíg régebben, tehát jó pár évtizeddel ezelőtt a gazda haszna, pontosabban bevétele, haszna az egy más kategória, tehát bevétele, nagyjából elérte az 50%-ot a végső eladási árnak, tehát a feldolgozott és a kereskedő polcán levő termék nagyjából duplájába került, mint az ő alapanyag ára, legyen ez tej, legyen ez búza, így van, tehát a nyersanyagról és feldolgozott termékről van szó, addig ez a szám bizony már 20%-hez közelít, és hát a kelet-európai részeken, így hazánkba is, vagy közép-kelet-európába, még ez alá is csökken. Tehát egy drasztikus eredménycsökkenés, bevételváltozást élnek meg a gazdák Európa szerte. Ez ellen ugye a Kopogadzséka és más gazdaszervezetek kezdik mind élesebben felemelni a szavukat, hiszen emiatt Európába is, tehát hazánkba is, következményképpen más ágazatokhoz viszonyítva a mezőgazdaságban dolgozóknak a jövedelme százalékába lényegesen alatta van a más ágazatokban dolgozókhoz képest, tehát 70-től 50%-ig van a különbség a mezőgazdasági dolgozók rovására Európa szerte. Ennek meg áttételes következménye, hogy nem vonzó a pálya, hiszen ha mások így igaz, és innentől kezdve a birtokátadások, a fiatal gazdáknak a bevonzása, hát sokkal-sokkal nehezebb, mint amikor valóban a termékpálya minden résztvevője megkapja a számára megérdemelt, értékarányos bevételt, és ezáltal a hasznot. Ezt továbbra is csak megerősíteni tudom, hogy a társadalmi segítség mellett a kamarai kiállásokon túl kizárólag szövetkezéssel lehet elérni, hiszen akkor az alkupozíció nő, és amikor egy nagyobb szövetkezés áll szembe a kiskereskedelmi multinacionális áruházlánccal, amelyeknek szüksége van erre a termékre, akkor bizony akkor meggondolja, hogy hát olyan gyalázatos árat biztosítson az oda kerülő terméknek, amely nem biztosítja az adott gazdának vagy feldolgozónak semmilyen módon a megújulását, mert még a megélhetését is bizonyos szintig majd, hogy nem korlátozza, és inkább a összeszűkülést segíti elő, és a sokat emlegetett bővített újra a termelésnek és az innovatív beruházásoknak még a nyoma sem látszik. Ugye az agrártermékek, és erről is esett szó, a hazai kiskereskedelemben többségében vannak jelenleg is a külföldi áruházláncok. Mit kell tenni azért, hogy a hazai termékek arányát növelni tudjuk egyik oldalról, ez fontos feladat, és ugye a szándék, hogy 50% fölé emeljék a magyar tulajdonú üzletláncok piaci arányát. Ez egy rendkívül nehéz feladat lesz, mondom én, hiszen azt nem mondom, hogy a nulláról kell indulni, de közel így van. És az imént visszacsatolnék, amikor az ár és a termelői bevétel közti különbséget nézzük, hát nagyon is jól tudjuk, csak a tejet említjük, ugye 31 eurócent, és ha elmegyünk egy jó minőségű, 3,5-es zsír százalékos tej, az 300 forintnál áll meg, valljuk meg. Tehát az már is bejön, és ez csak 30%. No, tehát akkor lehet-e magyar tulajdoni üzletlánc hálózatot kialakítani állami segítséggel nyilvánvaló, hiszen a fejlesztést támogató szabályozó rendszerehez adott kell, hogy legyen. Én optimista ember vagyok, és ezt alátámasztandó, bátran mondhatom azt, hogy lehet. És csak egyetlen visszatekintés, nem agrárium,
de az agrárium szempontjából nagyon fontos elem a bankrendszer, ahol ma már bőséggel áll hitel rendelkezésre az agrárium szereplői számára. Tudjuk jó, hogy azért a 2008 és 9 között azért ez egészen másképp működött. Jó, tudjuk, hogy pénzügyi válság is volt a világban, de ki gondolta volna abba az időszakban, hogy Magyarországon, ahol túlnyomó részt más országbeli bankok, hát messze 50% fölött hányaddal bírtak, és hát bizony meglehetősen sajátos módon értelmezték a hitelpolitikát, nyilvánvaló nem a gazda, maradjunk a mezőgazdaságba mindenkori javára, akkor emberek azt mondták volna, hogy ez lehetetlen. Ezt évtizedekig, fél évszázadig lehet majd különféle eszközökkel megpróbálni megváltoztatni. Megváltozott. Igaz, hogy sok mindent, meleget és hideget is kapott az ország ezért, hogy ebbe radikális változás történt, de ha hasonló módon, megfelelő erővel és megfelelő háttérrel, a hátteret a minőségi terméket értem alatta, megvalósítani akarjuk, és nem csak a megvalósítás akarásának a verbális kinyilatkozását tesszük, hanem mindezt cselekvésekkel erősítjük meg, akkor ez lehetséges. Nagyon fontos viszont, mert minden, az egész termékpálya, az egész agrárium, a tudástranszfer, mind a vevőért szól. Hát alapvetően mindennek a vevőt kell szolgálnia. Hát ha a vevő nem kap minőséget, nem kap nyomon követhetőséget, akkor semmit nem fog érni ez a dolog, de mivel nyomon követhető, minőségi termékeink vannak, és ezt kellő összefogással, a horizontális összefogásokkal össze lehet szervezni, össze lehet hozni azokat a kézműves, feldolgozott termékeket, amik most szegmensszerűen vannak, akár a megyébe, akár megyén túl, ezt adott körzetben kevés szállítási költséggel polcokra lehet tenni. Meggyőződésem, hogy van létjogosultsága, sőt, mi több nem is kevés a magyar kézbe levő áruházláncnak, és biztos vagyok benne, hogy pont a megbízhatóság, az ízvilág és a magyar termék iránti elkötelezettség a tudatos vásárlói magatartás alapján kereslet is megfelelő mértékben lenne a termékek iránt ezekben az üzletekben, hiszen nem arról van szó, hogy rossz termékeket akarna eladni ez az üzletlánc, hát magas áron ez másokban esetleg előfordul, de itt minden valószínűség szerint ettől távol kerülnehetne a vevő. Egyetértek, ez a jövő mindenképpen. Én azt gondolom, hogy amikor megköszönöm önnek, azt hiszem, hogy ez az átfogó elemzés bizonyította, hogy a háttérben igenis folyik a munka, és én azt hiszem, hogy a kamarai segítségével a szaktárca is mindent megtesz azért, hogy az imént felvázolt jövőkép megvalósuljon. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm a megtisztelő meghívást. Találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban. Viszontlátásra!